Munkáltatói fórumot tartott a Kisteleken. Juhász Tünde kormány megbízottát kérdeztük a rendezvényről. Kisteleken tartott munkáltatói fórumot a Csongrád-Csenád megyei kormányhivatal. Az eseményen részt vettek többek között polgármesterek, önkormányzati cégek vezetői és vállalkozók képviselői is. A rendezvényen elhangzott, a két GINO programban még akadnak felhasználható források. Juhász Tünde kormány megbízott ismertette ezeknek a fórumoknak a lényegét, és hogy eddig mit tapasztaltak, mennyire is voltak érdeklődők ezeken a rendezvényeken a résztvevők. A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal nem első alkalommal kezd megyei roadshowba. Ez egy olyan tájékoztató előadás, ahol minden járásszékhelyre elmegyünk, és ott szeretnénk megszólítani a munkáltatókat, ismertetni azokat a jelenleg elérhető uniós foglalkoztatási támogatásokat, amelyeket a járási hivatalokban igénybe lehet venni. Két támogatási programmal érkeztünk. A nevük az ugye mind-mind egy ilyen mozaik szó, és ilyen számokból, betűkből álló kódszó, ez a GINOP 511 és a GINOP 521-es névre hallgat. Mind a két támogatás speciális munkaerőpiaci csoportokat céloz meg, az egyik az alacsony képzettségűeket, a másik pedig a fiatalokat, a 25 év alattiaknak igyekszik támogatást nyújtani ahhoz, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék munkanélkül. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat, a feltételrendszert, a pályázathoz kapcsolódó szabályokat fogjuk ismertetni ma itt Kisteleken, és hogy említettem, ez egy megyei tájékoztató előadás sorozat egyik állomása, így már voltunk Makón, és megyünk a többi járásszékhelyre is. Mik a tapasztalatok így az eddigi településeken, mennyire nyitottak az emberek erre? Az elmúlt 10-12 évet, ha figyelembe vesszük, akkor nagyon kedvezően alakultak Magyarországon a munkaerőpiaci adatok. Ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest a mi megyénkben körülbelül 75%-kal csökkent az álláskeresők száma. A tavalyi esztendőben 2,9%-os volt a munkanélküliségi ráta, ami az országos szinthez képest is kedvezőbb. Azonban még nyilvánvalóan vannak állást keresők és munkára váró állampolgárok, és amíg ők vannak, addig nekünk pedig van dolgunk és feladatunk, tehát mindig is lesz, akit munkához kell segítenünk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy minél többen halljanak, ismerjék ezeket a támogatási formákat, mert így tudunk hatékonyan segíteni abba az együttműködésbe, ahol a foglalkoztató és a foglalkoztatott egymásra tud találni. Budai László, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője elmondta, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a foglalkoztatottak és csökkent a munkanélküliek száma. A GINO programok közül az ifjúsági garancia a fiatalok életkezdését, míg a másik a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiaci vezetését segítette és segíti. Május 29-én Városi Gyereknapot tartanak Kisteleken. Ágorita rendezvény szervezőt kérdeztük a programokról. Május 29-én rendezik meg Kisteleken a Városi Gyereknapot, erről kérdezzük Ágorita rendezvény szervezőt. Köszöntelek, mivel is készültek erre a napra a gyerekeknek és a családoknak? Egész napos programmal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket, az őket kísérő felnőtteket. Természetesen a gyerekeké a nap, minden itt róluk szól, egy kis kalandparkká változik majd a Szent István tér. Lesznek szabadtéri játékaink, tehát ingyenes játszóház, ugrálóvárok, csúszda, trambulinok, ezeket a szabadtéri játékokat ide kihelyezzük, lesznek ilyen kisebb gyerekeknek szóló kis mozgásfejlesztő játékok, népi gyerekjátékok, és ezek így mind ingyenesen használhatók egész nap. Majd ügyelünk a tisztaságra, mert azért még fontos dolog ez a kicsiknél. Lesznek önkéntes közösségi szolgálatot teljesítők, akik majd ebbe tudnak nekünk segíteni, de nyilván a felnőtt felügyelet mindenképpen kell a gyereknap alkalmából is. Színpadi programokkal is készülünk, egészen délelőtt 10 órától délután 5-ig itt váltogatják majd a műsorok egymás után. A nap folyamán fölép legelsőként Szűcs László művész úr, úgyhogy a reggelünk az már ott el fog varázsolódni 10 órakor, és ezt követően már majd a színpad szomszédságában a tűzoltó és a rendőrautó itt lesz, úgyhogy ezekkel a szolgálatokkal ismerkedhetnek majd a gyerekek. A kisteleki polgárőr és tűzoltó
egyesület önkéntesei fognak itt lenni, és a rendőrkapitányság munkatársa is bemutatják majd ezt a két szolgálatot. Közben lehet lovaskocsikázni, egy-egy jó kört tesznek majd a kisteleki Aranyzabla Lovas Egyesület tagjaival. Természetesen a kézműveskedés sem maradhat ki. A KIPKO biztos kezdett gyerekház munkatársaival, és a Család és Gyerekjóléti Központ munkatársai vezetésével lehet délelőtt kézműveskedni, 10-től délig. Délután 2:30-3 között pedig a Ringató Családi Nökközi munkatársaival lehet együtt alkotni, mindenféle kreatív munkálkodásba részt venni. Említettem a színpadi programokat, és akkor itt 10:30 a bűvész urat követi a Silver Step Tánc Stúdió fellépése. 11-től a proártosok mutatják be a táncaikat, lehet, hogy mazsorettes produkciók is színpadra kerülnek, hiszen sok-sok eredményt hoztak itt az elmúlt időszakban a növendékek, úgyhogy mindezt láthatjuk majd. És vendégünk lesz az Oroszlánszív Lovagrend. Ők egy kisteleki egyesület, és egy kis középkort fognak ide varázsolni a tér egyik részére. Egész nap lehet majd megtekinteni az ő bemutató területüket, egy sátrat fognak állítani, bemutatnak majd középkori táncházat, viseleteket, és délután majd 4:00 igazi lovagavatási ceremóniai résztvevői is lehetünk, pár viadalokat is mutatnak be, és még tűzfegyverbemutató is lesz, úgyhogy hát a hercegnő és a lovag jelöltek jöjjenek erre a programra mindenképpen. 10 és 15 óra között a kisteleki egészségfejlesztési iroda munkatársai szerintem szuper programmal készülnek, arcfestés és csillámtetkó készítés is lesz, gondolom főleg a lányokat érinti, de fiúk is szoktak jelentkezni erre a kis műsorra, és egészséges életmóddal kapcsolatos kis játékot is fognak magukkal hozni. 3:00 van egy színpadi produkció még, szerintem sokak által ismert és már régóta nem látott csapat, a Krimbusz Színház fog jönni hozzánk, a Herkules című darabot fogják bemutatni. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt erre a reméljük vidám napra. Kelet-Európa kupán vett részt a Hétkerék Egyesület. Csalán Nikolettet kérdeztük az eredményekről. Kelet-Európa kupán vett részt a Hétkerék Egyesület, erről kérdezzük Csáll Nikolettet, az Egyesület edzőjét. Köszöntelek, mit tudhatunk erről a versenyről, hol rendezték meg pontosan, és milyen eredmények születtek? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát ezt a Kelet-Európa kupát Szegeden rendezték meg most az elmúlt hétvégén, ez egy kétnapos verseny volt. Több mint 200 versenyző vett részt 6 országból, úgyhogy azt gondolom, hogy így a szezon kezdetén ez egy nagyon jó verseny volt, illetve nagyon népes mezőnyök is voltak, úgyhogy abszolút elégedett vagyok a csapattal. Nagyon nehéz volt, mert hál' Istennek 22 gyerkőc indult így csapaton belül, tehát csak kistelekről mi 22 versenyzővel vettünk részt. Hosszú volt, hál' Istennek nagyon jó időnk volt, úgyhogy az időjárásra nem tudunk panaszkodni, de azért ez a két nap elég hosszú volt. A nagyoknak, a profiknak 4 távjuk volt összesen, az amatőröknek 3. Ez mind a kettő kategóriában azért elég sokat jelent, mert hogy voltak 10, 15, 20, sőt majdnem 30 fős korosztályos mezőnyök is, amiket azért tudni kell, hogy mondjuk egy rövid távon a legjobb 4 indulhat csak el. Most van egy 27 fős kadett mezőny, ahol a lányok tőlem is részt vettek jó páran. Ott ugye mire elérnek és leselejtezik őket, úgymond, erre a 4 főre, akik elindulhatnak a döntőbe, addig annyiszor mennek szegények ugyanebbe a távba, hogy meglegyen az előfutam, meglegyenek ugye ezek a selejtezők,
van egy elődöntő, és akkor végül a döntő, hogy szegények már abba elfáradnak, mire elérnek oda, hogy kiválasztják ezt a legjobb négyet, és akkor ők futják a döntőt. Úgyhogy igazából ebből a négy távból, amit lementek a profik például, ott nagyon sok mindenkinek nem négy távja volt, hanem összesen azért 8-9-szer versenyeztek. Úgyhogy elég megterhelő volt, ez azért látszódott is, mert itt ebbe a szezonban még ilyen szintű versenyünk nem volt, úgyhogy nagyon elfáradtak, szerintem mentálisan is, és fizikálisan is, de azért azt gondolom, hogy nagyon szép eredmények születtek. Akkor szeretném először a profikkal kezdeni, ott a legkisebb junior D kategóriás lányoknál összesen 15 versenyző volt, Fülöp Náli 8. lett, Fülöp Lilla pedig 13. Ugye azt kell tudni, hogy itt az összesített eredményben nyilván a négy táv pontszáma adódik össze, és ez alapján rangsorolják őket a végső sorrendbe, akkor a C-lányok, ők már egy kategóriával nagyobbak, ott 16 versenyzőből Béres Kata a 8. lett, Bálint Zsófi pedig 13. Akkor megyünk fölfelé a kadett lányoknál, hát ők voltak a hétvégén a legtöbben, tehát 27 versenyző volt összesen, Kis Hanna 13. lett, Bálint Janka 16. lett, Jenei Evelin pedig 20. Ezek nagyon-nagyon jó eredmények, itt ugye nemzetközi mezőny bőven volt. Folytatnám a B kategóriás fiúkkal, itt Nagy Kristóf 4. lett, Nagy Vilmos pedig 6. Utána a junior B korosztályos lányoknál szintén 2 versenyzőnk volt, Pitó Lilián a 10. lett, Hegedűs Kata pedig 14. A junior lányoknál Abonyi Csenge 3. helyezést ért el, és a felnőtt lányoknál ugye szintén 2 versenyzővel, itt a nagy lányoknál Nagy Violetta Milla 4. lett, Bitó Szilvi pedig 5. És akkor át is térnék itt az amatőr kategóriára. Itt azért nagyon sokan, akik jöttek, első versenyük volt, hát eléggé nagy fába vágtuk a fejszét ilyen téren, mert hogy azért itt is elég nagy létszámú korosztályok voltak. Junior F-es lányoknál Süli Fanni 2. lett, Pigler Petra 5. Es fiúknál Simon Kolos 3., es lányoknál Simoni Mola 4., a junior D-s lányoknál Horváth Henik 9., a C-s lányoknál Seller Csenge 6., Mészáros Gréti pedig 7. helyezést ért el. És akkor igazából már csak a váltók vannak hátra, és csak profi kategóriában rendezték meg. Itt a kisebb korosztályos lányoknál a hétkerék és a KDE szegedi csapat vegyes váltója Andrikó Regina, Taba Noémi és Béres Kata 2. helyezést értek el. A nagyobb felnőtt, illetve junior lányoknál a hétkerék egyesület Bitó Szilvi, Nagy Violetta Milla, Abonyi Csenge 3-asa 3. helyezést ért el. Egyel kisebb korosztályban a kadett junior B lányoknál 2 váltónk is indult. A Kis Hanna, Bálint Janka, Barát Panna vegyes váltó 5. Helyezést ért el, és a Hegedűs Kata, Jenei Evelin, Bitó Liliana trió pedig 8. helyezést értek el, és akkor már csak a fiúk vannak hátra, szintén junior B kadett korosztályban. Ott szintén egy vegyes váltó volt, Nagy Vilmos, Nagy Kristóf indult Dáviddal, a KDE versenyzője Szegedről, első helyezés, tehát az aranyérmet hozták el. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében azért jól sikerült ez a hétvége. Szerintem a gyerekek is meg vannak elégedve, illetve a szülők is azt gondolom, hogy úgy gondolják, hogy azért megérte a télen dolgozni és végigcsinálni az alapozást. Következő versenyünk az 2 hét múlva lesz majd Vásárhelyen, Hódmezővásárhelyen, oda is készülünk, főleg a kisebbekkel, mert ez egy kicsit kisebb verseny lesz, inkább az amatőröknek, illetve a fiatalabb profiknak lesz megrendezve, de azért néhányan a nagyokkal is megyünk, úgyhogy nem unatkozunk.
és reméljük, hogy minél jobb eredmények fognak születni. Kistelek is csatlakozott a kihívás napjához. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Az emberek többsége szereti a kihívásokat, az erőfeszítést igénylő, komfortzónán kívüli tevékenységet, és ha ez még játékos formában is valósul meg, garantált a siker. Ez a recept vezetett ahhoz, hogy 1982-ben Kanadából induló kihívás napja hamar meghonosodjon Európában és szerte a világon. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyeréséért. A rendezvény célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Ez a versengés kezdetben arról szólt, hogy 0 órától 21 óráig hányan végeznek legalább 15 percen keresztül tartó aktív testmozgást. Az első kihívás napja óta a vetélkedés számos újítással, újdonsággal, a településeken kívül egyéb csoportok, közösség bevonásával, izgalmas kiegészítő programokkal bővült. Az alapkoncepció azonban változatlan. Sok mozgás, örömteli sportolás, ötletes, színes erőpróbák, közös küzdés, sportjátékkal megvalósuló közösségépítés. Az életünk egyébként is tele lehet kihívásokkal, és a sorból akár kihagyni a kihívás napját. Tudják ezt már az óvodásokon át a tűzoltók, a munkahelyek, a települések, az amatőr sportolók és az olimpia bajnokok is. A kihívás napja összeköt személyeket, közösségeket, generációkat, célokat és emlékeket. Eddig 1596 hazai település vett részt az eseményen, az ott élők lélekszáma meghaladja 8 millió főt. Legyünk az ország legsportosabb települése, Mozdulj Kistelek címmel, a kihívás napján 2022. május 25-én egy rendezvénysorozatot indít Kistelek. A rendezvénysorozat célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra és a rendszeres sportolásra. Magyarország lakosságának megszólítása, hogy 2022-ben is legyen mindenkinek saját kihívása ezen a napon. A meghirdetett sporttevékenységeken bárki részt vehet ingyenesen, kortól és nemtől függetlenül. A programon résztvevők jelentkezésükkel beleegyeznek a róluk készült fotók, videók, média megjelenítésére, a programon előforduló bárminemű sérülésért, balesetért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Május 25-én 4 órától florbal sporttevékenység, melynek helyszíne a 4 évszakos műjégpálya, 5 órától városi futás, helyszíne Szent István tér, Petőfi utcától a MOL benzinkútig, Petőfi utcától a Radnóti utca forduló, majd ugyanígy visszafelé a kerékpárúton. Este 7 órától esti kerékpározás, helyszíne Szent István tér, Kistelektől Balázscsáig, majd a kisteleki kerékpárúton vissza. Május 20-án tartják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választásokat. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos küldött gyűlése 2022. május 20-ára tűzte ki a kamarai választások időpontját. Ehhez kapcsolódóan 2022. január 10-én megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság, amely az Agrárgazdasági Kamarai Választások lebonyolításának legfontosabb testülete. Az OKVB feladata egyebek mellett a jelölő szervezetek és a megyei küldött jelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldött választás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos küldött gyűlés összehívása. Annak érdekében, hogy a kamarai tagok minél könnyebben élhessenek szavazati jogokkal, a 2022. május 20-án esedékes agrárkamarai választásokon az 5 évvel ezelőtti 248-ról közel másfélszeresére 361-re növeli a szavazási központok számát. A választási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok annak portálján tájékozódhatnak, illetve postai úton választási értesítőt is kaptak. A szavazáson annak pártoló és tiszteletbeli tagjain kívül valamennyi kamarai tag voksolhat az Országos Kamarai Választási Bizottság által nyilvántartásba vett megyei küldött jelölti listára, így a jogosultak száma mintegy 400 ezerre tehető. 361 helyszínen szavazhatnak a választásra jogosult kamarai tagok a választásokon. Kisteleken és a járás településén is van lehetőség a tagoknak leadni szavazataikat. Kistelek, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer települések Kisteleken, Petőfi utca 7-9, Klebersberg művelődési központban, Balázscsa község Balázscsán, Rákóczi utca 34 Balázscsai tanodában, míg Baks, Csanytelek, Tömörkény települések pedig Csanyteleken, Kossuth utca 15/G, a falugazdászi irodában szavazhatnak. 2000 négyzetméteren égett a száraz fű május 13-án Kisteleken. A Kisteleki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége egy vízsugárral oltotta a lángokat, a tűzesetben nem sérült meg senki. Szallakorlátnak ütközött egy autó kedden délelőtt az M5-ös autópályán Csengelénél.
A Kistelki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége végezte el a műszaki mentést, személyi sérülés nem történt. Az útesre dőlt egy nagyméretű fa kedden délután az 5422-es úton Kisteleknél. A Kistelki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége motoros láncfűrés segítségével végezte el a műszaki mentést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a forgalom rövid idő alatt helyreállt. Árokba hajtott egy autó kedden éjjel Forráskúton. A Kistelki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a sofőrt a mentők kórházba szállították. Árokba hajtott egy autó szerdán este Kisteleknél az 5-ös úton. A műszaki mentést a Kistelki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége végezte el, a balesetben senki sem sérült meg.